Valaki egy, valaki két órát, de akad, aki egész nap várakozik, mire elhagyhatja az országot. Már több mint négy órája állok itt egy helyben, még négy és fél kilométer, mire a határhoz érek. Ma már nem jutok át, pedig holnapra le kell szállítanom az árut. Minden alkalommal egész napos a várakozás. Ma lehet, hogy több lesz. Fél kilenckor érkeztem, csak 100 métert haladtam eddig előre, pedig már 11 óra van. Ez a jelenség hosszú ideje tart. A sofőrök szerint ezért a magyar vámhatóságok a felelősek. Állításukat azzal igazolják, hogy a szerb-magyar teherforgalmi szakaszon a két határ között mindig torlódás van. A fennakadása a magyar illetékes szerveknél történik, a Senki földjén egyfolytában tumultus van, tehát ők idézik elő a veszteglést. Nem mi vagyunk a hibásak. A sofőröket arra kérjük, legyenek türelmesek. A személygépkocsi és az autóbusz vezetőknek azt üzenik, hogy ez a probléma őket nem érinti, csak a tehergépjárművek számára fenntartott sorokban alakult ki veszteglés.